Szószátyár. Közéleti zenés magazin műsor egy órában. Köszöntlek, kedves Márk! A Szószátyár című műsornak van egy külön kiadás, amiben most téged meghívtunk vendégként. Hát nagyon örülök, hogy itt vagy. Én is köszönöm a meghívást, most már másodjára vagyok itt nálad. Itt igen? Nem, itt nem először, itt, a műsorban másodjára. Ugye hát ez azért külön kiadás, mert most egy sörfesztiválról jelentkezünk. Milyen a viszonyod a sörrel? Ezt már így megkérdezték tőlem egy páran, és most azt már megtudtam, hogy alkoholmentes sört is lehet kapni. Úgy készültem, hogy nem fogok ma sörözni, de úgy látszik, hogy mégis fogok. Tehát autóval jöttem, és az alkoholosat most nem próbálhatom. De azért iszol alkoholmenteset, mert autóval jöttél, vagy azért iszol alkoholmenteset, mert azt szereted? Nem, igazából szerintem soha nem ittam még alkoholmentes sört, és most ezt kipróbálom, ráadásul vezetek is, tehát abszolút lehet. Mi a véleményed egyébként a fesztiválokról, hiszen Magyarország egy fesztivál ország lett az elmúlt időkben. Jó kezek kellenek ezek, még ennél is több kell. Én nagyon szeretek fesztiválokon fellépni, énekelni. Nagyon jó a hangulat általában mindenhol. Voltam például télen is fesztiválon, egy Böllér fesztiválon, és az nagyon érdekes volt, nagyon korán kellett indulni, korán kellett odaérni, és nagyon messze is voltunk, de annál jobb élményt adott, és akkor is ugyanolyan jó hangulat volt a fellépésen, mint hogyha nyári fesztiválra mentünk volna. Ez jó tesz, egy kis eszemiszom. Igen. Dínom-dánom. Mindent ott megnézhettünk, kipróbálhattunk, segítkezhettünk, és jó sok pálinka fogyott. Hogy fér bele az időd, vagy fesztiválra jársz föllépni, lapot szerkesztesz, újságot írsz, hogy tudod ezeket mind-mind összehangolni, sőt, még tévéműsort is készítesz? Igen, elég sokrétű az, amivel foglalkozhatok, de én ennek örülök, és igazából az elmúlt évek során már megtanultam nemeket is mondani, úgyhogy így tudom minden olyan feladatot kellőképpen megcsinálni, ami... Tehát, hogy ha valami nem tetszik, vagy valamit tudom, hogy nem fér bele az időmbe, nem áll hozzám közel, arra már tudok nemeket mondani, az elmúlt években nem igazán ment. Mi egyébként, ami igazán közel áll hozzád ezek közül? Az éneklés sokkal előbb volt, mint az újságírás, tehát az éneklés közelebb áll hozzám, ezt kimerem mondani, mint az újságírás, hiszen igazából... Hogyha tehetném, akkor csak ezzel foglalkoznék. De sajnos még nincs egyelőre annyi felkérésem, nem tudok annyiszor színpadra lépni, hogy ebből meg is tudjak élni. Hát meg Magyarországon azt hiszem, ez most egyébként is egy általános probléma, hogy fellépés hiány van. Tehát, illetve kérnek fel fellépésre, csak nem nagyon fizetik meg. Igen, mondjuk én ebből a szempontból azért nem panaszkodom, de vannak bizonyos időszakok, amikor már azt mondjuk, hogy azért jó lenne, hogyha újra lenne valami nagy buli. Idén egyébként szerintem sokkal jobban alakul, mint a tavalyi évben, de reméljük, hogy ez majd egyre jobb lesz a következő évek folyamán. De ez egy gazdasági fellendülésnek köszönhető, vagy a te ázsiód, a te népszerűséged egyre nagyobb, és azért egyre tudatosan több és több felkérést kapsz. Foglalkozok többet az énekléssel, meg olyan emberek vesznek körül, akik segítenek így mindenben. Például a Trimedio kiadó az új lemezen megjelentetésével egy nagyon jó lemezanyag született, amire már nagyon sok visszajelzés érkezett. Rengeteg szerzővel dolgozhattam együtt, és ezek a dalok úgy érzem egyre több emberhez el is tudnak ezáltal jutni. Nem csak több szerzővel dolgozol együtt, hanem több duett partnered is van, ugye? Igen. Az előző nagy lemezen már volt egy duettem az unokahúgommal, Radics Debivel, ez most már hagyománnyá válik lassan. Ezen az új lemezen is énekeltünk közösen egy dalt, aminek egyébként a szerzői között te is megtalálható vagy. Köszönjük szépen, szerintünk nagyon jól sikerült ez a duett is. Az első az egy feldolgozás volt, ez már saját dal, illetve most igent mondott a Megasztárból ismert C. Melinda felkérésemre, és egy gyönyörű lassú lírai dalt énekeltünk el együtt. És hogy sikerült C. Melindával így összejönni, hiszen azért a te pályád, meg az ő pályája az azért egy elég különálló Igen, de világ, ugye nem? Szerencsére én nem állok annyira távol a zenei szakmától a mindennapok során sem, mivel hogy újságíróként dolgozom. Melindával ugyan nem készítettem soha interjút, de a Megasztárral nagyon sokat foglalkoztam, illetve civilként is nyomon követtem a műsort, és nekem ő volt a kedvencem, sokat szavaztam is rá, illetve nagyon megfogott a hangja és az egész egyénisége. Álmodoztam egyszer arról, hogy majd ketten énekelünk valaha, és
a múlt évben, amikor az új nagylemezre készültem, akkor megkérdeztem tőle, hogy mi lenne, hogyha együtt énekelnénk egy dalt. Ő nagyon nehéz ember abból a szempontból, hogy nem énekel el akármit és akár kivel sem. Igazából úgy, hogy több rostán át kellett menjek ahhoz, hogy ő vele végül összejöjjön ez az együttműködés, de a végeredmény az mindkettőnknek megfelelő, és ő is nagyon szereti. Most például éppen holnap megyünk közösen egy nagy rendezvényre fellépni, és ott is előadjuk ezt a dalt. De tudod, hogy ő egyébként nagyon pozitívan nyilatkozott erről az együttműködésről. Valamelyik tévéműsorban láttam, és ott megemlítette ezt, hogy most ilyen projektben is dolgozott. És igen, nagyon tetszett neki, mert egy olyan dalt választottunk, ami igazából az ő világához sokkal közelebb áll, mint hozzám. Nekem pedig azért tetszett annyira, mert kihívás volt. Tehát kihívás egy olyan stílusban is megfelelne, ami egyébként nem az én asztalom. Beszéljünk egy kicsit az egyéb munkáidról, újságírás, lapszerkesztés, főszerkesztői munka. Mennyire van uborka piac ilyenkor nyáron? Most kezdődik igazából, de a jövőbe tekintünk, most szeptembertől nagyon sok új műsor indul, ami ellát majd minket témákkal és új sztárokkal, új arcokkal. Nagyon furcsa, egyébként itt elárulok egy titkot neked most elsőként, hogy még az is lehet, hogy jobban a másik oldalra kerülök, vagy nem tudom, mert én soha nem vettem részt tehetségkutató válogatókon. Elvből azt mondtam, hogy tudom, hogy miről szól ez igazából a másik oldalon, és nem szeretnék ehhez az oldalhoz tartozni. Viszont egyre inkább azt érzem, hogy ahhoz, hogy több fellépésem legyen, minden egyes alkalmat meg kell ragadni. És indul egy új tehetségkutató műsor, ahonnan igazából megkerestek, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnám ezt a válogatót, természetesen egy rostát, és az sikerült, azon tovább jutottam, úgyhogy most várom a visszajelzést, hogy mi történik szeptembertől. És nem túl nagy kockázat egy olyan művésznek, egy olyan előadónak, mint te, aki azért már túl van gyakorlatilag több lemezen, tehát már közismert vagy, rajongói köröd van. Ezt végig gondoltam nagyon, és úgy érzem, hogy nem. Hát, hogyha tetszik a közönségnek az, amit csinálok, akkor ott is kaphatok egy visszaigazolást. Csak én azt gondolom, hogy tehetségkutató, lehet, hogy hirtelen pont aznap egy olyan paszba vagy, amikor nem a legjobbat hozod, nem 100%-ban teljesítesz, és nem. Ez lehetséges. Én nem is éreztem annyira jónak magam egyébként ezen a válogatón, de most már második rostán is túl vagyok, úgyhogy most már egy ilyen végleges választ várok. Ez egy új tehetségkutató, és ennek a stílusa szerintem megfelelhet nekem is akár. Igen. Passzol nekem. De például érdekes, hogy pont tegnap is kaptam egy felkérést, ez most a felkérések időszaka úgy látszik, egy fiúcsapat, akik már így léteznek pár hónappal ezelőtt, az egyik tag kiszállt, és megkeresett a menedzsere, hogy mi lenne, hogyha én lennék az új emberük. Természetesen meghallgattam az ajánlatot, mert én azt tanultam még annak idején az iskolában, hogy minden ajánlatot meg kell hallgatni, és csak utána kell eldönteni, hogy mit mondunk, válaszul. Úgyhogy most ezen is gondolkozom, ez már jobban körülöleli ezt a kérdést, amit te is mondtál, hogy mennyire tehet ez nekem jót, vagy éppen rosszat. Hát Márk, én nagyon remélem, hogy sikeres lesz ez a tehetségkutatón való részvétel. Eljutsz az első helyre, mert hát az az igazi siker, nem? Így van. És hát járjál sok fesztiválra, igyál sok sört, énekelj sokat, és hát köszönjük, hogy itt most voltál velünk. Most kérek is mindjárt egy sört. Köszönöm szépen. Sziasztok. Szószátyár. Mai adásunk elkészítésében közreműködtek Szűcs Balázs, Nagy Erzsébet Tímea, Fülöp Alexandra és Padi Géza.